A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely elutasította, nemmel szavazott az orosz-ukrán háborúról szóló politikai nyilatkozatra az országgyűlésben. A két nagy tömb ebben a kérdésben is közös nevezőre helyezkedett, ebben a Magyarország jövőjét rendkívüli mértékben meghatározó háborúban is ugyanazt képviselik tehát. A Mi Hazánk mozgalom kiáll Magyarország függetlensége és semlegessége mellett, ezt hangsúlyozzuk, és mindenképpen szeretnénk Magyarország békéjét és biztonságát a továbbiakban is biztosítani. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni azt, hogy mindenképpen el kell kerülni, hogy belesodródjon Magyarország ebbe a háborúba, bármelyik fél oldalán is. Ezért is tartjuk óriási hibának azt a kormány döntést, amely lehetővé teszi, hogy NATO csapatok állomásozzanak Magyarország területén. Egy hónappal ezelőtt Szijjártó Péter külügyminiszter még meldöngetve hangoztatta, hogy nem kell Magyarországra érkezniük amerikai NATO csapatoknak, mert a Magyar Honvédség biztosítja Magyarország függetlenségét és biztonságát. Ehhez képest ezen a héten hétfőn Orbán Viktor aláírta azt a rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy mégis érkezzenek egyelőre csak a Dunántúlra akár amerikai NATO csapatok. Azért is fontos kiemelni az amerikaiakat, hiszen a Mi Hazánk mozgalom szerint ki kell mondani, hogy ez a háború valójában az Egyesült Államok és Oroszország között zajlik, és elsősorban az új világrendről szól, amelynek kiépítésére tett törekvéseket a COVID-járvány idején is láttunk már. A Mi Hazánk mozgalom szerint egyetlen szempont lenne szabad, hogy vezérelje a kormányt is a döntései meghozatalakor, ez pedig az, hogy mi a jó a magyaroknak, mi az, ami Magyarország számára előnyös tud lenni ebben a háborúban. Ezért is ellenezzük például a NATO csapatok Magyarországra telepítését, de a gazdasági háború vonatkozásairól is beszélni kell már most. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja egyértelmű, és aláírásgyűjtést is indítottunk abban a kérdésben, miszerint nem támogathatunk olyan szankciókat Oroszországgal szemben, amelyek a magyaroknak is hátrányt jelentenek. Már most vannak olyan magyar emberek, akik elveszítik a munkájukat az orosz szankciók miatt, ráadásul az eddig alkalmazott embargók Oroszországgal szemben szintén hátrányosak, károsak voltak a magyaroknak, és ezek a Brüsszelben elfogadott és a kormány által szolgalelkűen végrehajtott szankciók a továbbiakban minden magyar családot nagyjából 200 ezer forinttal fognak megkárosítani. A Mi Hazánk mozgalom szerint ezt nem engedhetjük, nem engedhetjük meg magunknak, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát, és bár a kormány ezt hangoztatja, de csak az energiaszektorban tart ki egyelőre a védelem, semmilyen más ágazatban ezt nem teszik meg. Szintén a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely nem támogatja Ukrajna feltétel nélküli Európai Uniós csatlakozását. Ez is szerepel az országgyűlés által tegnap elfogadott politikai nyilatkozatban, miszerint ennek előmozdítását tartja kívánatosnak a kormány is, és a balliberálisok is. A Mi Hazánk mozgalom szerint nem feledkezhetünk meg arról, hogy Ukrajnában az ott élő magyarok kisebbségi jogait semmibe vették, egy kifejezetten magyar ellenes ukrán vezetésről beszélünk, amely semmiképpen nem lehet a mi álláspontunk szerint az Európai Unió tagja addig, ameddig nem biztosítják a magyar embereknek mind az egyéni, mind a kollektív kisebbségi jogait. A Mi Hazánk mozgalom szintén az egyetlen párt, amely nem támogatja azt a kollektív megbélyegzést az oroszokkal szemben, amely most a világpolitikában egyre nagyobb teret nyert. Kiemelhetem a sportéletet, amelyben tapasztalhatjuk azt a megbélyegzést minden egyes orosz sportolóval szemben, amit nem helyesel a Mi Hazánk mozgalom, és azt kérjük a magyar sportvezetőktől is, hogy ne legyenek partnerek abban, hogy egyes sportolókat megalázzanak azért, mert orosz származásúak, vagy ne vállalhassák fel nemzeti hovatartozásukat. Szintén egyetlen párt a Mi Hazánk mozgalom, amely a kárpátaljai magyarok önrendelkezéséért is síkra száll, hiszen 1991-ben tartottak Kárpátalján egy népszavazást, amelyen nem csak az ott élő magyarok, hanem az összes ott élő nemzetiség részt vehetett, tehát ukránok, ruszinok, szlovákok is, és ez egyértelmű állásfoglalás volt az ott élők részéről egy széleskörű autonómiára vonatkozóan. A Mi Hazánk mozgalom támogatja ebben a kárpátaljai magyarok
magyarokat, illetve az ott élő nemzetiségeket. Az erről szóló dokumentációt eljuttattuk az ENSZ-hez, bízva abban, hogy Oroszország és Ukrajna között a konfliktus rendezését békés úton az ENSZ égisze alatt sikerül elérni, és akkor szeretnénk, hogyha az a szempont is megjelenne a tárgyalások során, hogy Kárpátalja sorsa mi lesz, és ezt az autonómiát, amely mellett a kárpátaljai emberek már kinyilvánították a véleményüket, ezt szavatolná az ukrán állam. És az egyetlen párt vagyunk végezetül, amely kimondja, hogy ez a háború valójában az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország között zajlik ukrán területen, és ennek a célja elsősorban az új egypólusú világrend kialakítása, illetve Oroszország részéről ennek a megakadályozása. A Mi Hazánk mozgalom vallja, hogy csak a magyar érdekek számítanak, és a magyarok biztonsága és békéje mindennél fontosabb ebben a konfliktusban is számunkra. Ennyit.